Sorra zárják le határaikat és korlátozzák az emberek mozgását az európai országok, hogy lassítsák az új koronavírus terjedését. Ennek ellenére, főleg a gócpontnak számító országokban, mint Olaszország és Spanyolország, egyre nő a fertőzöttek és a halálesetek száma is. Róma kihalt utcáin Ferenc pápa gyalogosan, alig néhány testőrrel látogatott el két templomba, hogy imádkozzon a betegekért. Olaszország mellett már Csehország, Ausztria és Spanyolország is vesztek zár alatt van. Az emberek nem mehetnek ki az utcákra csak akkor, ha vásárolni mennek, munkába vagy sürgős orvosi ellátásra van szükségük. A karantén betartását Spanyolországban a rendőrség ellenőrzi. Egy spanyol férfi azt mondta, hogy a felelősségteljes viselkedés az, ha mindenki otthon marad, ahogy a kormány ezt elrendelte. Egy szintén spanyol gyógyszerész úgy jellemezte a helyzetet, hogy az emberek kissé idegesek, de igyekeznek megnyugtatni őket. A veszélyhelyzet ellenére Franciaországban a hétvégén megtartották a helyhatósági választásokat, maszkokban és folyamatos fertőtlenítés mellett. Ausztriában is tovább szigorították a koronavírus járvány miatti intézkedéseket. Hétfőtől betiltották az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, 2-től pedig bezárják az éttermeket.